Sziasztok, lelkes sakbarátok, és nagy tisztelettel köszöntelek titeket a Centrum Sakkiskola YouTube oldalán. Juhász Ármi nemzetközi mester vagyok, és ez egy rendhagyó videó lesz. Hogy miért? Azért, mert három részből fog állni. Először is egy végjáték taktikát szeretnék itt bemutatni nektek, amit két erős amerikai nagymester játszott egymás ellen, Lombardi világossal és Reshevsky sötéttel. Ezek után pedig jön a nagy bejelentés, miképpen megjelent a Centrum Sakkiskola Iskola első végjáték specifikus videósorozata, aminek a részleteit szeretném veletek megosztani. Harmadjára, végül, de nem utolsó sorban, pedig ezzel kapcsolatosan egy új bónusz lehetőség is lesz, amit érdemes meghallgatni, mert ilyen még. Egyáltalán nem volt, szóval kérlek, hogy nézétek végig a videót. No de akkor hagy, haladjunk szépen sorjában, és kezdjük ezzel a lombardi Reshevsky játszmával, amit New Yorkban játszottak 1956-ban. Világos indul, és a kérdés, hogy hogyan folytatnátok tovább itt ebben a pozícióban. Ugye azt láthatjuk, hogy világos némileg jobban áll, ennek több oka is van. Egyrészt van némi térelőnyünk a B5 gyalognak köszönhetően, a tisztjeink egy némileg aktívabbak, ugye a D4 vezérnek köszönhetően, a D1 bástyának köszönhetően, míg ő csak egy picit támadja a C4-et. Ugye ez a gyalog, ez akár már lókat is itt rögtön az első lépésben. Huszárunk egy picit aktívabb, mint az ő futója, de ez még nem tűnik talán annyira számot számottevő előnynek. De hogyha jobban elkezdünk számolni, akkor itt igazi kincseket lehet felfedezni. Javaslom, hogy itt már nyugodtan állítsátok meg a videót, és számoljatok. Itt változatszámítás is kelleni fog ahhoz, hogy megoldjátok Játok a példát. És jöhetnek a kommentek, akiknek már itt megvan a megoldás. Akinek még most nem lesz, annak lesz majd lehetősége még egyszer megállítani, egy picit későbbi pozícióban is. Lombardi nagymester itt nagyon helyesen leütötte a D6-ot. Elsőre talán picit meglepő, hogy a D6 gyengeséget elcseréli a c de a végjátékok során sokszor van az, hogy a lebonyolításban van egy kis taktikai lehetőségünk is, itt is ez fog bekövetkezni. Erre fekete ezt lecserélte örömmel vezérüti D6, bástőti D6, és futóüti C4-gyel leütötte a 8 amerikai bajnok Reshevsky ezt a C4 gyalogost. Látszólag csak egy szimpla csere volt és itt jön a nagy csapda, amit a partiban kihagyott Lombardi nagymester, és emiatt ez a játszma csak döntetlen lett, és ez a páros mérkőzés, amit ők játszottak, végül is Reshevsky győzelmével zárult, olyannyira, hogy egyetlen egy partit sem tudott Lombardi nyerni. Ez minek volt köszönhető? Hát annak, hogy ezt a szép motivumot nem találta meg. Ezért nagyon fontos, hogy a végjátékokat megtanuljuk, mert olyankor úgymond osztogatják a félpontokat. Nagyon sokat számít, hogy egy jó állást meg tudunk-e nyerni, egy rossz állást ki tudunk-e remizni, vagy egy egyenlő állásból tudjuk-e érvényesíteni a kisebb előnyünket, és például ezt megszerezni. Nyilván itt már az időzavar környékén voltak, és világos egy automatikus lépéssel válaszolt, huszárüti c 4 leütötte, bástyaüti C4, és akkor itt lenyerte az a gyalogot, ugyanakkor ez az állás ez azért lesz döntetlen, mert sötét egyszerűen le tudja ütni az F4-et, és a bástya végjátékban amúgy is van egy nagyobb döntetlen tendencia, Ráadásul A5 után itt tudunk majd egy úgynevezett bástyát létrehozni magunknak. És ezért itt ebben az állásban meg is egyeztek a küzdőfelek a döntetlenben, és nem folytatódott tovább a parti. Ugyanakkor, ha visszamegyünk ehhez az álláshoz, akkor itt fogunk látni valami nagyon váratlant. Mégpedig azt, hogy Világosnak van egy taktikai lehetősége. És ez a taktikai lehetőség nem más, mint lehet most kommentálni, itt a bástya C6 elképesztő lépés. Elképesztően gyönyörű végjáték taktika, a szabadgyalogok taktikáját láthatjuk. Mert abban az esetben, ha B üti C6 jön, akkor B6-tal szabad gyalogot képeztünk magunknak, elcsaltuk az övét, és olyan rossz helyzetben, szerencsétlen helyzetben vannak a figurái, hogy nem nagyon tudja megakadályozni, hogy ez a gyalog beszaladjon. Ha a bástya lépne alá, akkor most még nem toljuk a gyalogot, mert akkor utolérni, és elveszítenénk a partit, hanem először kiütnénk, és most is csak egyetlen egy tempó múlik, hiszen hogyha hozzájutne a C5-höz, akkor meg tudná fogni a B7-et, Ugyanakkor ez most itt nem reális, hiszen B7 után megnyerjük a partit. Mi van akkor, hogyha bástyával üti le, akkor is leütjük, és most egyszerre fenyegetünk a huszárral leütni a futóját, utána fenyegetünk, vagy előtte bármelyik pillanatban leütni a B7-et és bevinni, ez megint egy kettős fenyegetés, ez a legjobb, amit tud csinálni. És huszár üti C4 után megnyerjük a partit, tisztelőnyös végjátékunk van, a huszár ezt a gyalogot le fogja nagyon hamarosan nyerni. Éppen ezért Bástya c után fekete teljesen tehetetlen, Bástya üti B5-öt akár egyszerűen vissza is tudjuk ütni, és futó B5 Bástya c után pedig marad egy Bástya fórunk, ráadásul a hetedik soron, ráadásul ez a gyalog is szörnyen áll. De ez a végjáték taktika, ez kimaradt, és a parti később döntetlennel ért véget. Ez volt az első elemzés rész, amit szerettem volna megmutatni nektek, és akkor ebből jöjjön a tanulság. Végjátékot mindenkinek tanulnia kell, és nagyon fontos, hogy szisztematikusan jól tanuljunk. Ezért a mai napon örömmel jelenthetem be, hogy megjelent a Centrum Sakiskának az első végjáték-specifikus videósorozata, aminek a címe Logikus Végjátékvezetés. Ez egy gyakorlatias végjáték módszer lesz, aminek kapcsán fogunk beszélni taktikus végjátékokról, mint például ez fogunk beszélni pozíciós végjátékokról, lesz egy kis saját játszma, amit szeretnék veletek megosztani, lesznek végjáték feladataink is, lesz egy olyan picit viccesebb fejezetünk is, hogy többet észre, mint erővel, és azt gondolom, hogy ha ezeken végig rágjuk magunkat, akkor nagyon jó kis végjátékosok leszünk. Meg fogjuk beszélni, hogy mik a legfontosabb végjáték elvek, és ezeket hogyan lehet használni a, gyakorlatban is. És ez a videósorozat sorozat azért lesz különböző a többihez képest, mert most nem egy plusz videó lesz a bónusz, illetve igen, csak másféleképpen, mert az utolsó bónuszban pedig az lesz, hogy a Lichess-en végjáték feladatokat fogok bemutatni, amiket én se tudok, tehát a hóhért fogják akasztani, és megnézzük, hogy azokat meg tudom-e oldani, lesznek könnyebb, nehezebb feladatok, és azokat fogom bemutatni. Szóval nagyon gyakorlatias lesz, és megláthatjátok, hogy mondjuk egy nemzetközi mester hogyan gondolkozik teljesen új állásokba, mi az, amit sikerül eltalálni, és mi az, amit nem. Ezek már itt ilyen 2500-as szintű Lichess feladatok lesznek. Arról is lesz szó, hogy milyen végjátékkönyveket javaslok nektek Arról is lesz, hogy otthon hogyan tudjátok önállóan gyakorolni a végjátékokat, és mi az, amire figyelni kell ezen tanulás során. Szóval mindenkinek nagyon javaslom, azt gondolom, hogy elsősorban mondjuk olyan ezer és mondjuk 2000 élő közötti sakkozók tudnak ebből sokat profitálni, de hogyha ezen az élő intervallamon kívül vagytok, de szeretnétek újdonságokat tanulni, akkor is nagyon ajánlom, hiszen jár hozzá egy összefoglaló Word dokumentum, ahol a legfontosabb szabályok benne lesznek, lesz egy anyagunk is hozzá. Tehát a lépéseket is vissza fogjátok tudni nézni. És hogyha az első héten megrendelitek, akkor nem 8, hanem 9 videót fogtok kapni. Ekkor jár a bónusz. Jó? Tehát bónusz csak akkor lehet szerezni, hogyha a videó megjelenése nek első hetében rendeltek, vagy a későbbiek során csomagban, azaz több videósorozatot rendeltek, és illetve azt hagyd tegyem hozzá, hogy ez most már a Centrum Sakkiskolának a nyolcadik videósorozata, az első végjáték specifikus, előtte volt megnyitás specifikus, illetve sok középjátékkal kapcsolatos videósorozatunk, ezeket mind bónussal tudjátok most megrendelni ezen az egy Héten, ami a mai nappal indul el. Szóval, hogyha nyáron szeretnétek sakkozni és fejlődni, akkor ezeket nagyon nagy tisztelettel ajánlom nektek. A videósorozatnak az ára az 7000 forint ezt a centrum kukac gmail.com e-mail címen tudjátok megrendelni. Ott fogom elküldeni a pontos utalási adatokat, de amúgy változatlan az előzőhez kapcsolatosan. Mindent megtaláltok itt a videó leírásában, és tudtok rendelni. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Remélem izgalmasan hangzik az új bónusz is, ahol feladatokat fogunk oldani, és az egész végjáték projektünk is. Ha bármi kérdésetek van, akkor nyugodtan írjatok akár e-mailben, akár Facebook, Facebookon, Instagramon, rendelni is lehet bármelyik felületen ezek közül is. A Centrum Sakkiskolát keresétek meg, ezeken mind-mind-mind fent vagyunk, de akár itt kommentben is jöhetnek a kérdések. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Sok ilyen hasonló Bástya C6-os taktikát kívánok nektek, mert ezzel bizony sok félpontot lehet megmenteni. Változatszámítást is lehet gyakorolni, illetve pontosságot is. Hajrá, Centrum Sakkiskola, legközelebb innen folytatjuk tovább. Sziasztok!